téglagyűjtés párhuzamban van a szakmámmal. Valamikor én építési vállalkozó voltam, és adott volt az, hogy a tégla az mindennapos dolog volt a kezem alatt. Hogy az egészet még érdekesebbé tegyük, a Műemlékvédelmi Hivatalnál Kaposváron Szigetvári mérnök úrral kapcsolatban a Műemlékvédelmi Hivatalnak dolgoztam több éven keresztül. A Kaposvári Műemlékvédelmi Hivatal sok kastély és egyéb munkahelyeket biztosított az akkori vállalkozásomnak. Ezen keresztül kerültem kapcsolatba ilyen gyönyörű történelmi dolgokkal, építési dolgokkal. Végső sorban, amikor építési vállalkozóként kerültem kapcsolatba a Műemlékvédelmi Hivatallal, talán onnétól jegyezhetem, hogy megtaláltam a szépet, ami az építőiparban, mint tégla, mint kerámia, mint kályacsempe és vele párhuzamban különböző kerámiák. Hajtotta a kíváncsisággal, megtaláltam a szépeket is. Mindre büszke vagyok, de valahol ez olyan természetes, hogy melyik anyának van, amelyik legbüszkébb a fiára. Mindegyikre büszke, így ahogyan van. Én is darabonként mindegyikre büszke vagyok, mert valamilyen formában tettem értük valamit, és most hála Isten itt van a mi körünkben. A pécsi vásárban találtam egy gyönyörű kandallókoronát, amit azóta is a látogatók messze menőkig mindenki megdicsér. Kályacsempéknek a, most úgy mondom, a gyártása az egy olyan iszonyatos művészi munka, ami messze menőkig mindig a gyártót dicséri, amikor elkészül a keze alatt. Itt lehet látni, mint ahogy említettem, a kalotaszegi 1707-es kályhacsempét, vele párhuzamba a kandallókoronák sokaságát, mert itt van most hirtelen 4-5 is, és ezek mind magukért beszélnek, és magukat a mestert dicsérik. Valahol talán, ha meg is nézzük ezekben a kandallókoronákban, hátul meg is van a mesternek a pecsétje, de rá lehet ismerni mindegyik kezemunkájára előbb-utóbb. Dombóvár és környékén, ha az ásatások során az első római korú téglák, hogy igazán a római kortól tekintsünk mai napig a téglagyártásra, ott látható fent az a két római tégla. Ez az Alsó-Erdélyi ásatás során kaptam az ottani ásató vezetőtől, a párhuzamban abban, hogy itt ő látta, hogy mennyire szükséges egy dombóvári emlékre kizenni ezeket a téglákat. A Dombóvártól 6-7 kilométerre található Alsó-Erdény római kori téglájánál kezdődik, és ahogy fordulunk, a téglagyártás története Dombóváron kísérheti végig, kiállítás szerint, kor szerint fel van állítva a pódiumon. Maga a téglagyűjtemény több szekcióra van bontva, kezdve a Dombóvár téglagyártás története, és akkor a következő lépés a téglagyártás, a környező téglagyártás helységnevesek. Vele párhuzamban a helységnevesek fölött lehet látni a kályhacsempék és az egyéb mázas kerámiák, és akkor megyünk tovább az évszámosokhoz, és utána pedig itt végig az átlag, az ország minden részéről található különböző téglák. A mesterek kézjegyével, és itt is lehet látni egy római kerámiát a téglák között, ami pecsételi a szép római emlékeket. Köztudott, hogy a két világháború között a téglavetés az egy megélhetési forma volt az átlag embereknek, és nagyon is örültek, hogy a téglagyár és az úgynevezett gyártulajdonos adott nekik munkát, mert bizony sok volt a jelentkezés, a jó szakembereket ő is kiválogatta. És az ott készült szép kis nyers tégláknál általában a bodri, a cica meg a kutyuli, azok nem éppen tiszteletbe tartották a mi
által nevezett nyers téglát, mert száraz nyelven mondva van, aki vályognak nevezi, de ezek nyers téglák, és akkor bizony ott hagyták az úgynevezett saját kis logójukat. Ez az Esterházy vetőláda, ez egy baráti kapcsolatokon keresztül került hozzám. Ez egy osztrák grászi vetőláda, amit úgymond nagyon kevesen tudnak maguknak ilyen találni, és az úgynevezett adok-kapok és cserebere útján, hála Istennek, hozzájutottam. Dombóváron három téglagyár is működött egyszerre. Lexa, Spitzer és az Esterházy. Köztudott, hogy az Esterházy birtokok, nagy birtokok voltak a horvát határtól egész fel az Alom megyéig, azok az Esterházy birtokon belül mindenhol maguknak biztosították a téglagyártást, mert az Esterházy birtokok a két világháború között nagy iramba fejlődtek, és a téglára szükségek voltak. És mint amikor említettem, hogy bizony a téglagyártást családoknak kiadták, és azon keresztül ez a szegényebb rétegnek nagyon jó meglehetés volt. Őri Nándor bélyeges tégla gyűjteménye Facebook oldalán lehet előzetes bejelentkezés alapján megtekinteni a kiállítást.